Hazahozta Pécsre a Volánbusz ZRT a teljes egészében felújított emeletes buszt. Az Icarus 556-os 1969 és 1976 között a Baranyai megyeszékhelyen teljesített szolgálatot. Az akkori mérnökök két ilyen járműből alkották meg a mára ikonikussá vált buszt. A Bikarusként is emlegetett jármű működött már büfékocsiként és gyűjtőknél is járt, mire a Volánbusz visszavásárolta és felújította. Szabad ég alatt állt, berozsdásodott, gyakorlatilag amikor megvettük 2020-ban, akkor egy épp eleme nem volt, tiszta rozsda volt az egész, és egy ilyen valamikor autóbuszra emlékeztető képződmény volt. És a két év alatt újítottuk fel 15 ezer munkaórával Zalaegerszegen, az ottani lakatosok, fényezők munkáját dicsére a küllem. A belsejét, egészen pontosan a kárpitozást pedig Pécsen végezték el. Érdekesség, hogy eredetileg 5,5 méter magas lett volna a busz, végül 4 méter 24 centire csökkentették, de még így is olyan nagy volt, hogy Budapesten nem járhatott volna, ezért került Pécsre. Az Icaruszt egyébként a Pécsi Oldtimer Club rendezvényén is megcsodálhatták, sőt ki is próbálhatták az érdeklődők. Természetesen a veterán járművek szerelmesei sem unatkoztak, akik szép számmal érkeztek az eseményre. Tavasszal és ősszel csinálunk ilyen bőrzét, és most tavasszal a vásártéren nem fért be mindenki. Kinőttük a vásárteret, és próbáltunk egy nagyobb helyet találni, és ez az Expo Center területe, ez teljesen ideális erre a rendezvényre. Bőven van hely, és hál' Istennek nagyon sok árus és veterán jármű tulajdonos is kihozta a járművét. A bőrze fő attrakciója, az emeletes busz visszakerül a közlekedési vállalat telephelyére, de a jövőben is látható lesz még a jármű. Különböző találkozókon, felvonulásokon vesznek részt a busszal, valamint nosztalgiatúrákat is szerveznek majd.